Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! E havi témáink között kiemeltebb, hangsúlyosabb szerepet kapott a népzene, mégpedig annak okán, hogy novemberben egész Magyarországon is egy egész hetet szentelnek ennek a műfajnak, és szerencsére Salgótarjánban is vannak jó néhányan, akiket megszólíthatunk ennek okán. Mostani vendégünk ugyan nem szorosan követi ezt a műfajt, de hát a magyar nóta is népzenei alapokon nyugszik. Köszöntöm itt nálunk Bohács Istvánt. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Mindenek előtt engedd meg, hogy gratuláljak neked a legutóbbi kitüntetésedhez, ugye elnyerted Nógrád megye prímadíját. Igen, köszönöm szépen! Vegyük sorra, van még néhány ilyen titulusod, például arany... aranykoszorús nótaénekes, aranycénegedíjas magyar nótaénekes. Ezeket is gratulálok így utólag, bár hát ez már... van még több is azért, de hát most... De ezt azért megtettük, ezeket a szertartásokat elkövettük akkor, amikor ezeket megkaptad, mert ugye azért rendszeresen tudósítunk különböző eseményeitekről, amire majd később visszatérünk, de most tőled szeretném kérni, ugye én most valahogy meghatároztam a műfajt, de beszéljünk egy picit a magyar nótáról, mi is az a magyar nóta? Hát egy kicsit a magyar nóta történetéről. Ismert anyag 19. század második felétől jegyezhető, egy Dankó Pistától, Balázs Árpád, Dóczi József nótaszerzőktől erednek, a nagyjainktól. Népzenei alapokon nyugszik a magyar nóta, de vannak még egyéb jellemzői, mint például az, hogy szerzőkhöz köthető. Igen, hát nem népbalhoz, lényegében nem azhoz fűződik, mert ugyanis a magyar nótának van zeneszerzője és írója, tehát megzenésített, azt lehet mondani, megzenésített vers. Nagyon sokan ismernek régóta vagy a pályán. Mi volt az a pillanat, vagy mitől ez a vonzódás ehhez a műfajhoz? Hát kicsit mesélni tudnék, mesélni sokok erről dologról. 4 éves korom óta kezdődött a magyar nóta szeretete. Röviden elmesélem. 4 éves korom óta ívódott belém a magyar nóta, ugyanis a lakóm területemen van egy kicsike domb, ahol ilyen hangszórók voltak régen, és azokból sugároztak lakodalomok alkalmával a szívküldi szívnek szívesen dalokat, és én ott ültem a hangszórónak a tövében, és hallgattam a recsegő, ropogó, bakelitről szóló magyar nótákat, és akkor ívódott velem teljes mértékben a magyar nóta, és azóta nagyon szeretem, és imádom. És azt lehet mondani, hogy napjaink is nincs olyan nap, amikor nem hallgatnék a magyar nótát, vagy zenét. Nekem üres lenne az egész napom, hogyha nem hallgatnám. De nagyon sokféle műfajt lehetett hallani már annak idején is a rádiókból, a néprádiókból. Tehát ezek voltak másfajta zenei műfajok is. És a magyar nóta az mitől olyan kedves számodra? Hát a magyar nóta lényegében, ahogy mondtam is, hogy ez egy vers, megzenésített vers, és ezek ugye le van írva az életünk egy minden részében. Meghatározza az, hogy szomorúság, vigasság, vagy szerelem, vagy bánat, vagy a szülőkről írnak erről a dalokkal, és hát igazából ez érinti meg az embereknek a szívét, és nekem is ez érinti meg mélyen. Átjön rajtam, hogy így mondjam, a magyar nóta éneklés, vagy a magyar nóta hallgatás is. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a magyar nóta szövegek is közrejátszottak abba, hogy ez téged ennyire megérintett. Igen, mivel, hogy tehát életünk részét, ahogy mondtam is, leírja, és ugye az előadás szempontjából sem mindegy, hogy az ember hogyan éli át ezeket, tehát át kell élni lényegében, tehát a magyar nótát szívből, szívből és szívből kell énekelni, mert ez így az igazi az előadás. Eltelt egy kis idő, amióta téged magyar nóta énekesnek jegyeznek. Hol kezdődött ez, amikor már ezt a titulust úgy joggal használhattad? Elmondhatom, hogy 1984-ben indult a Nyílik a Rózsa magyar nóta énekverseny, amire hát nem igazából akartam én menni, de barátaim és ismerőseim tuszkoltak, hogy már próbáljak hát megmérettetni magamat ezen a nagy versenyen. Hát megpróbáltam.
Hát az embernek az életét meghatározza ez a folyamat, amikor ez történt velem, mert ugyanis hát én még nem voltam soha stúdióban, nem voltam ilyen nagy rendezvényen, és az, hogy kamera, az, hogy közönség, és az, hogy verseny, az, hogy zsűriznek. Igen, elindultam, és végig mentem a középdöntőn, ahol a középdöntőben egy pár pont különbséggel, tehát nem jutottam tovább. Így jött a közönség szavazat. Hát a közönség szavazat az óriás elképesztő számban jött rám, és 223 ezer szavazat, és így jutottam a döntőbe. És ugye döntős lettem. A döntőben újból lehetett szavazni, tehát a közönség szavazott, és a döntő után közönség díjat megkaptam. Tehát azóta vagyok, tehát 84-től éneklem valójában a magyar nótát. 16 évvel ezelőtt OSK vizsgát tettem, így most már úgy lehet mondani, hogy hivatásos magyar nóta énekessé váltam. Ehhez az énekléshez azért szükség lettik, mert az előadó művészi módon kell ezt előadni. Tudni kell azért ezeket a nótákat is, szövegileg is, hangulatilag is, tehát hangilag is úgy előadni, hogy azért ott topol legyen az előadásban, tehát a cigán zenekarral együtt. Nagyon-nagyon gyönyörű, elő lehet adni, és én mindig nagyon várom azokat az időszakokat, amikor fel kéne énekelni, hát zongorával is ugye járjuk a településeket, de inkább én jobban a cigánzenekari kíséretet szeretem, mert az igazából való a nótaéneklés kíséretéhez. Arra a kérdésre bizonyára tudsz válaszolni, ha most firtatom, hogy a repertoárodban most körülbelül hány nóta szerepel? Hát ez az igazság, amikor én vizsgáztam, akkor meg volt határozva, hogy miből mennyit kellett tudni, 350 dalt kellett tudni. Ebben nem csak magyar nóta volt, ebben mindenfajta dalok voltak. Hát ha sorolnám a népdaloktól kezdve, a musicalig, az operettig, az operáig, tehát minden műfaj. Hát az igazság, hogy hát annyi sokat nem tudtam belőle. Hát dalt megtanultam, az már nagyon jó, tehát a második verszakat nem tudtam, az még talán még úgy elcsúszott ezen a vizsgán. De én a vizsgán is, a visszatérve, az is egy óriási lelki teher volt számomra, mert nagyon izgultam és nagyon féltem, és elhatároztam, hogy már pedig én le fogok vizsgázni, már pedig egy kategóriát fogok szeretni. Mivel ugye 18 évig én nem szeretem azt a szót használni, hogy amatőr, inkább ilyen műkedvelőként énekeltem a magyar nótát, és úgy gondoltam, hogy ehhez egy szükségeltetik egy szakvizsga, tehát előadó művészi szakvizsga, hogy végre nem mindegy az, hogy most másodállásban is ugye énekelek. Hogy telik egy éved mondjuk, vagy a heteid, a napjaid, mint előadó művésznek? Tehát hány fellépést kapsz, és hol van lehetőséged fellépni? Hát egy kicsit ebben kicsit szomorú vagyok, olyan értelemben, hogy nem nagyon sok meghívást kapok. Külföldre talán nagyon-nagyon keveset kapok. Tehát itt a megyékben, tehát Nógrád megye, az itt vezet a fellépés szempontjából. A Heves megye is, és Borsod megyében is szoktam énekelni. Tehát én külföldön nem igazából, tehát nagyon ritkán éneklek ugye szomszédos országokban. Ennek nem tudom, mi az oka, az, hogy tehát, hogy nem ismernek eléggé, vagy nem ismernek el az én tehetségemet, nem tudom mi okból. Természetes szerintem is, hogy ez most nem a tehetségednek szól, hogy úgy érzed, hogy talán többet is felléphetnél. Kellene ehhez egy menedzser például, aki téged ide-oda kiközvetít, és én úgy gondolom, hogy a Primadi is arról szólt, hogy valahol az egész megye elismerte a tehetségedet. Úgyhogy szerintem ezen neked nem kell tovább gondolkodni. Van viszont valami, amit viszont nagyon jól menedzselsz. Ugye nem tudom pontosan, hogy mikor alakult meg az egyesületetek, amiben azért megpróbáltok valami rendszerességet vinni a műfaj ápolásában. Mutasd be, légy szíves, ezt az egyesületet a nézőknek. 12 évvel ezelőtt alakultunk,
úgy, mint Magyar Nóta és Népzen Egyesület, de azóta most felfelültünk Salgó Tarjáni Magyar Nóta és Népzen Egyesület, aminek én vagyok a vezetője már 5 éve. Hát azt lehet mondani, hogy idősebb korosztály művel inkább ezt a műfajt, kevés középkorú, és sajnos kevés fiatal van. De azért láttam közöttetek fiatalokat. Igen, van, aki érdeklődik, de ez elenyésző, nagyon örülök neki. Visszakanyarodva, amikor én még énekelek, vagy egy színpadon, akkor vannak igények fiatalok részéről, hogy ezt a nótát, vagy ezt a nótát énekeljem el, úgyhogy azért szeretik azért a fiatalok is. Látom én ezeken az összejöveteleken, hogy mondjuk például a nagyszülőket elkísérik az unokák. Látok én sok olyan amatőr felvételt, amelyet az unokák készítettek a nagyszülők közreműködéséről. De kik az egyesület tagjai? Amit mondtam is, hogy idősebb korosztály, középkorosztály. Ez természetesen elhangzott, hogy az idősebb korosztály. De azért hangsúlyozzuk ki, hogy itt most nem azokról van szó, akik valamilyen szinten és hivatalosan művelik ezt a műfajt, hanem azokról, akik kedvelik ezt a műfajt, és tulajdonképpen jó értelemben véve amatőrök, csak tudnak énekelni, szeretnek énekelni, vagy a környezetük azt mondja, hogy neked legalábbis egy kis színpadon van a helyed. Jól határoztam ezt? Igen, ez valóban így van. Tehát a mostani egyesületi tagok azért annyira fölfejlődtek és fejlődtek, hogy színpadképessé váltak. Nagyon kevés az, amikor tehát helyre kell tenni azokat a hangokat, amit végeredményben nem jól találtak el az énekléskor, de gyakorolni kell. Tehát egy hónapban 2 alkalommal próbálunk, 20 perc jut egy főre, mert azért 15-16 ember azért 5-6 óra gyakorolunk. Én most a legutóbb műsoron félig voltam ott, de addig ugye lezajlott ez a nótaéneklés, és én nagyon-nagyon örültem, hogy nagyon-nagyon nívósan adtak elő, úgyhogy nagyon-nagyon kevés, nem mondhatom, hogy nagyon nagy hiba volt, de mindig van hiba, persze, természetes, de úgy látom, hogy ezért használ ez a gyakorlás, használ az én tanácsadásom is, hogyha ugye, gyakorolunk, tehát mentorálom őket. Én nagyon örülök, hogy ezt csinálhatom, tehát a fő munkám mellett ez engem kikapcsol, ez engem, hogy úgy mondjam, újraéleszt, magyarul fogalmazom. Ezeknek a gyakorlásoknak azért megvan egy olyan fajta haszna is, hogy most már rendszeressé tehettétek a bemutatkozókat, és nagyjából milyen rendszerben is szoktatok bemutatkozni? Hát minden évben legalább 3-4-szer lépünk föl a József Attila megye művészeti központban, de ha van lehetőség, tehát meghívást kapunk az idősek otthonában, ahol az időseknek is szoktunk énekelni, de hát ezt is nagyon szeretném, hogyha ez is rendszerré válna. És olyan negyed évente összeraktok egy műsort. Igen. Igen, mindig új dalból állítanak össze a kedves tagtársaim, és új nóták vannak, amit én is úgy időközönként mondom, hogy is van, ezt nem hallottam, és igen, megtanulják, és én ehhez gratulálni szoktam nekik, hogy ez már igen, hogy tehát új nótát betanulni, a szöveget, azért nekem is már, hogy úgy mondjam, sokat kell gyakorolnom, hogy ugye a szöveget megtanuljam, de hát ők meg aztán nagyon ráfekszenek erre a munkára, erre a tanulásra, és valóban szépen is előadják az én tagjaim, úgyhogy én büszke is vagyok rájuk. Milyen most a magyar nóta helyzete Magyarországon, és most nem azzal szeretnék foglalkozni, vagy nem arra kérdeznék rá, ugye azért van Nóta TV, van Dankó Rádió, meg egyebek, hanem például ti, akik ilyen módon művelitek a műfajt, nektek vannak versenyek, vannak találkozók, vannak megmérettetések? Igen, el kell mondani azt is, hogy én tavaly indítottam el az első aranyfülemülő magyar nóta ének, nemzetközi magyar énekes versenyt, ahol 22-23-an jelentkeztek, és akkor is megmérettették magukat. Mostan, ez évben is a másodikat rendeztem,
itt még nívósabb volt a versenyzők, tehát lehetett érezni, hogy felkészültek, és hát meg lehetett látni, hogy azért sok díjat osztottunk ki, tehát nagyon kevés volt, aki nem jutott el a döntőig, és főleg ugye döntő után ugye külön díjat kaptak, azért is kellett a helyezéseket, ugye két harmadik helyzet volt, mert nagyon erős volt a mezőny, hogyha nagyon szép és gyönyörű hangú énekeseket hallottunk. Tehát mint ahogy mondom is, hogy nem amatőröket, hanem inkább műkedvelőket hallottunk. Igen, ez egy jó szó. És szerinted hány ilyen egyesület lehet az országban, mint amilyenek ti vagytok? Hát szerintem én úgy gondolom, hogy azért minden városban van, de hál' Istennek ugye mink is 12 évvel ezelőtt ugye megalakultunk, tehát Salgótarjánban is van, Nógrád megyében. Azon kívül én nem tudok, hogy itt lenne még más nóta egyesület. Tehát a Heves megyét tudom, mert én ott is voltam Egerben, mint nóta klubtag. Borsod megyében is van, szerintem minden megyében van. Én is, ez azért örömteljes dolog. Én viszont tudok olyan egyesületekről is, amelyek nem ehhez a műfajhoz tartoznak, más jellegű egyesületek, de rendeznek nótaénekeseknek versenyeket. Jó ez az információm? Igen, jó. Én is hallottam ilyenekről. Hát, gratulálni tudok ennek is. Ha jól emlékszem, talán valamilyen nyugdíjas egyesület is van közöttük olyan, amelyik rendszeresen megszervez különböző nótaversenyeket. Igen, van Salgótarjánban is, igen, a nyugdíjasoknak, ki mit tud, és ott is részt vesznek a tagjaim, és ott is azért eredményeket érnek el. Többször is mondtad már, hogy a munkád mellett műveled ezt a műfajt. Szándékosan nem kérdeztem bele, mert úgy gondoltam, hogy itt a végére hagynám ezt a kérdést, hogy egyébként pedig van neked egy beceneved is a városban, ezt én most így nem mondom, mert azok, akik ismerik ezt, azok tudják, hogy mire céloznak, de ez valójában a szakmádra, a főhivatásodra vonatkozik. Mit csinálsz a hétköznapokban? Hát lényegében hétköznapokban, igen, mindenki tudja, hogy ismer engemet azért, kórházba dolgozom, mint ápoló, ideggyógyászaton. Azt is tudják, ha már nem említetted, én Pista nővér vagyok, de most már legutóbb, most már énekes nővér vagyok. Ugye? Igazából én örömmel dolgozom ott. Örömmel azért, mert a betegjeim, amikor ugye kezeljük a kedves betegét, és nem odafigyelnek, tehát ha inkább kérdezik, hogy mikor lesz fellépés, hol lesz fellépés, és akkor ezzel is ugye már is eltereljük azokat a fájdalmakat, vagy azokat a kórházi bentfekvéseket. Látod, pszichésen már eleven is jót tesz az, hogy most megjelenünk, és ugye megkérdezik, hogy ezt a nótát tudom-e, vagy azt a nótát mondom, majd később elmondjuk, csak most egyelőre itt vagyunk benne. Gyakori a betegektől ez a visszajelzés? Jelzik, hogy ismernek, vagy hogy tudják? Természetes. Vagy csak gyanús vagy? Fehér köpenyben. Hát, ön valahonnan ismerős nekem. Igen, igen, pontosan így van, ahogy mondod. Még aki nem teljesen, tehát szerintem ismer, de az már ugye szájhagyományok útján terjed lényegében, mint a népben, úgyhogy már mondják, hogy ő a énekes nővér, úgyhogy, és akkor kérdezik, hogy valóban én vagyok, valóban? Jaj, de jó, azt mondja, és úgy örülök, hogy akkor maga kezel engemet, ez kommentes, most nem fényezésként használom ezt a szót, de ez a igazi valóság. Ugye te már bebizonyítottad az egyesületi aktivitással, hogy sok mindent megtennél azért, hogy a magyar nóta fennmaradjon, éljen tovább. El tudsz képzelni esetleg még olyan fajta módokat, utakat, amelyekkel a magyar nótát valahogy máshová lehetne helyezni, jobban lehetne éltetni? Hát mi az, ami hiányzik igazán? Mivel, hogy sajnos, hogy a cigán zenészek már nem muzsikálhatnak. Ugye az országban olyan kevés élőzene van, legalábbis tudomásom szerint, hogy ez nagyon aggaszt számomra. Ott lehetne ezeket lényegében tovább emelni, hogy így mondjam, a magyar nótát. Tehát ilyen nem is, hogy klubokban, tehát olyan szórakozó helyen, ahol az emberek ugye összeülnek, és egy-két pohárból mellett elkezdő énekelni, és akkor ugye mindenki egy-egy nótát elénekelne, és akkor ez így kellemesen telne el, ettől a porozgatás, vagy ez a mulatkatás. Tehát úgy gondolod, hogy közrejátszik egy kicsit a műfaj útjában, a eléje gördülő nehézségekben az, hogy manapság nagyon kevés szórakozó hely tud élő cigányzenét produkálni, vagy biztosítani?
Igen, szerintem ebben látom én is a gondot. Nem segít ebben sehol senki kívülről? Vannak esetleg olyan törekvések, hogy a népzenét, a cigányzenét például valahol támogassák? Azt tudom, hogy ebben az évben is támogat a kormányzat a cigányzenéteket, tehát a szórakozó helyeken, de hát itt Salgótáriumban nem igazán tudom, hogy itt lett volna. Én úgy gondolom, hogy turisztikailag kiemelt helyeken esetleg. Igen, így van, igen, erre gondolok. Ott van jelentősége igen, ennek hát a támogatásnak. Nem ártana ilyen nagyobb városokban is azért, hogy lenne olyan szórakozó hely, ahol igazából a kedves, nóta szerető, kedvelő emberek elmennének, és azért gyönyörű cigánzenét hallanak, és ilyen magyar nótákat. És mondjuk esetleg énekelhetnének. Hát énekel, így van, így van. Most mondok neked egy példát, ezt igazán csak így kis színesként szúrnám itt közbe. Azt hiszem, hogy a portugálok ápolják gyönyörűen tovább az úgynevezett fadó műfajukat, ami körülbelül szintén ilyen 200 éves műdal jellegű, ott tényleg vannak olyan szórakozó helyek, ilyen fadóvillák, ahol az zenész az játszik, és a közönség, illetve az asztaloknál ülő közül meg van engedve az, hogy egy-egy ember felálljon, és egy-egy verszakot tovább énekeljen, és szinte is stafétaként adják tovább. El tudom képzelni, hogy a magyar nótának is. Igen, ez nagyon jó ötlet lenne, de hát jó lenne, hogy ez meg lenne valósítva is. Sajnos ez mostanában nálunk már átkerült a piac kategóriában. Igen, mert akkor azon is részt vennék azonnal. És azt hiszem, hogy az Egyesület tagjai is részt vennének, és azt hiszem, hogy ez lehet, hogy biztosíthatná a fiatalok utánpótlását, vagy a fiatalosítást is a műfajban. Én minden akadályozás és nehézség ellenére kívánom nektek, hogy sok erővel legyőzzétek ezeket, tovább éltethessétek ezt a műfajt, neked a kitüntetéseidhez is gratulálok, az Egyesület tagjainak pedig kívánok sok-sok jó zenés műsort és bemutatkozási lehetőséget, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt elmondtad. Én is mindent köszönök, és köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet.